A nyíregyházi kosársuli évek óta rendez szezon előtti felkészülési tornát korosztályos csapatok számára, ennyien azonban még soha nem fogadták el a szervezők meghívását. Három korosztályban 18 együttest vártak, végül azonban 17 gárda lép pályára a Szent Imre, a Bánki és az Ötvös torna csarnokában. Már hónapok óta ezzel foglalkozunk, tehát mi megpróbáltuk ezt már május végén, június elején elkezdeni, hogy azokat a csapatokat, akik ugye régebben is itt voltak a tornákon, ők szívesen jönnek vissza, és olyan új csapatokat megkeresnek, akik még nem voltak itt. Nem egyszerű, azért nem egyszerű, mert még ezelőtt egy 3 héttel is voltak csapatok, akik lemondták a tornával a részvételt, különböző okok miatt vagy betegség, vagy sérülés után, vagy éppen más tornára utaztak el, sőt még a mai nap folyamán is lemondta az egyik román csapat a részvételét, innentől kezdve kezdődik megint új logisztika, új szervezés, időt a tenni, tehát ugye itt a csapatoknak a szállás, időben le kell foglalni, főleg, hogy most a Vidor-fesztivál is van Nyíregyházán. A szakmai igazgató szerint fontos, hogy a fiatalok minél több stílus ellen mérhessék le, hogy hol tartanak a felkészülésben. 4 nap alatt 5 mérkőzést játszanak le a gyerekek, hát ugye eleve megnézzük azt, hogy a felkészülésnél egyáltalán hol tartunk, milyen szinte sikerült már megoldanunk azt, hogy a gyerekek fizikai állóképessége meglegyen. Ugye a taktikáról még nem nagyon beszéltünk, hogy elsősorban eddig a fizikai felkészülés volt az, ami előtérbe került, de most látjuk azt, hogy a más területeken lévő csapatok milyen játékstílust képviselnek, hogy nekünk mi az, amiben erősödnünk kell, mi az, amiben fejlődnünk kell, mi az, amiben esetleg ők előttünk járnak. Mert egyértelmű, hogy ahány terület, annyiféle játékstílus játszik, ahány csapat, ahány edző, annyiféle magának a játéknak a felfogása, és ez úgy gondolom, hogy ez a sok területről érkező, sok mérkőzés, ez maximálisan elő fogja segíteni azt, hogy a bajnoki szezonban is esetleg jól szerepeljenek a játékosaink. A tornán összesen 42 meccset játszanak a csapatok, az utolsó mérkőzések vasárnap, kora délután fejeződnek majd be.